Szeretettel köszöntöm az Origo Mecsekszabolcs rádió hallgatóit az FM87,8-es földi sugárzásról, valamint az internet előtt ülőket, akik képes hang beszámolókat láthatják a címkeprogramról, a soron következő címkeprogramokról. Nyugodtan mondhatom, hogy az idei év a festészet éve, mert hogy ebben az évben nem is emlékszem, hogy évelején lett volna más alkotás, más alkotó, mint festő és festék és festészet. Viszont az év hátralévő részében szintén a festők lesz a főszerep. Úgy látszik, hogy a festészet Magyarországon nagyon elterjedt, sokan űzik. Kár, hogy én nem értek hozzá, üdvözlök mindenkit, Martonovics Zoltán vagyok, a címkeprogram művészeti vezetője. Alig, hogy vége van Zsidákovics Mihály és Vörös Valéria kiállításának itt a Pécsi Origo házban, a Pécsi Kommun 94-98-as épületében, köszöntöm őket is nagy szeretettel. Ugye ők eljöttek, elviszik most a képeiket, a kiállításaikat, akik nem láthatták, azok még nem késtek el nagyon, hiszen a címkeprogram honlapján láthatják a képeiket, az alkotásaikat. Bátran kattintsanak a honlapra, a legegyszerűbb, hogyha keresőbe beírják a címkeprogram, és már is megtalálják a képzőművészeti rovatba ezeket az alkotásokat, vagy nagy zömét, ami ugye most itt volt a Pécsi Origo házban. Akik meg eljöttek, azoknak köszönjük, hiszen a kiállítás megnyitók mindig úgy zajlanak, hogy egy bizonyos számú közönség és alkotók vannak jelen az Origo házban. Aztán, mivel hogy egész évben látogatható az Origo ház és a kiállítások, így természetesen mindenki a magának megfelelő időpontban jön és választja a kiállításoknak a hangulatát, és ahhoz mérten igazítja az életét, hogy láthassa őket. Munkanapokon reggel 8 és 17 óra között már látogatható az Origo házban minden kiállítás. Ugye, mint tudják, hogy egyetlen egy nap sincs kiállítás nélkül, ezért is mondtam, hogy épp a mai nap lett ugye lebontva Zsidákovics Mihály és Vörös Valériának a két kiállítása. És már is így köszönhetem körülben Micskei Erzsébetet nagybarúról, aki szintén festőművész, grafikus képzőművész, és köszöntöm nagy szeretettel Kaszás Lajos társát is, aki helyet foglal mellettünk a beszélgetés során. Nyugodtan foglal helyet, ugye talán elnézik nekem a rádióhallgatók és az internet előtt ülők, én is itt leülök, hogy tegeződünk. Ennek több apropója is van. Először is a címkeprogramban a regisztrált tagok között mindenki tegez mindenkit. Nem számít az, hogy valaki 14 éves, vagy 70 éves, vagy akár 80, mindenki tegez, senki nem látja a másik arcát. Talán a rádióhallgatók ezt jobban most meg fogják tudni érteni, hiszen ők csak hallanak bennünket. Viszont akik láttak bennünket, azok tudhatják, hogy nem véletlenül látnak, hiszen a címkeprogram honlapján érhető el az Origo ház és az Origo Mecsekszabolcs rádiónak a honlapja is. Tehát úgy gondolom, nagy szeretettel köszöntelek Erzsébet, örülök, hogy elfogadtad a meghívást. Nagybarúdról érkeztél, elhoztad a munkáidat nekünk. Kíváncsian várom a bemutatkozásodat, mivel készültél, mivel jöttél ide közénk, a független az alkotások volt. Függetlenül az alkotásoktól. Többféle technikával készített képet hoztam. Lehet, hogy most egy kicsit előre szaladunk a technikai részletre próbálni. Én elsősorban inkább mint embert próbálok foggatni a hétköznapjaidról. Ott kaptam tőled egy bemutatkozást, egy önéletrajzot, amiben sok minden kiderül az életed fázisairól. És bizony-bizony voltak, úgy látom, nehéz perceid is. De hogy nagyjából előre mentem meg a dolga, honnan induljunk? A kisgyerekkorból? Vagy honnan kezdjük el a rajzhoz kötődő szeretetedet? Hát a rajzhoz pontosabban az első műtéten után kezdtem kapcsolódni, tehát nem úgy rajzoltam gyerekként is, de az első műtéten után, amikor túl hosszú ideig feküdtem, nem kellettem fel. Az egyik ápolónő hozott be a kórházba könyvfejet, egy csomag papírt, ceruzát, képregényeket, és akkor
nővérek, orvosokat mondogatták, hogy most ebből rajzolj nekem, vagy abból, és így kezdődött az egész, hogy elkezdtem. Ez az egy rendben van, de nem hiszem, hogy mondjuk egy ápolónő odahoz bármilyen féle dolgozott, csak azért, hogy rajzoljál neki bármit, mikor még nem is tudta, hogy te tudsz egyáltalán rajzolni. Pontosabban azért, hogy az időmet kitöltsem. Tehát nem kellhettem felnőttét után, és hogy ne unatkozzak, nem tudtak annyi könyvet hozni. Ha már így szóba hoztad a műtétedet, akkor megkérdezhetem, milyen műtétekről van szó? Mert ha azt mondtad, hogy az első műtéted után, tehát akkor valószínűleg több műtétről van szó. Csípő műtétem volt. Tehát csípő műtét. Hát úgy születtem, hogy nem volt kifejlődve a porca a combcsontom, és mire 18 lettem, teljesen elkopott, úgyhogy nyújtották, vasalták, szögvassal próbálták igazítani, de túl gyorsan kopott ennek ellenére a csontom, és 95-ben megprotézist kellett adjanak. Úgyhogy 92-ben kivették a vasakat, 95-ben pedig a protézist kaptam, utána kilazult. 2003-ban a vápa, akkor azt cserélték Pécsen, 400 ágyasba, 2011-ben pedig a szár cseréje volt, az pedig a Honvéd Kórházba Pécsen. Ez egy oldali, vagy mind a két oldali? Mindig ez az egy jobb oldali. Hát az nem lehetett nagyon kellemes, így hogy hallgatlak. Szerencsére egyelőre nekem még ilyen protézisem nincsen, viszont rajzolni sem tudok, meg festeni sem, tehát nem tudom, hogy mi az ára. Gondolom, hogy annak ellenére nem tudom, megtaláltad volna a rajzolásnak az örömét, hogyha nincs ez a műtét. Lehet, csak nem ennyire. Tehát akkor tényleg szinte határtalan időm volt arra, hogy rajzoljak. És utána kezdett bennem az a vágy lenni, hogy festeni is. Tehát nem rögtön, elsőre kezdtem el festeni, sokáig nem mertem. Hanem úgy eltelt egy év, két év a rajzolgatások után, mikor így próbálkoztam a festéssel is. Akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy te berobbantál egyszerűen ebben a világba. Hiszen előtte nem volt semmiféle képzettséged ebből, sőt, talán gyakorlatot sem, és nem is foglalkoztál semmiből sem vele. Nem. Hát egyszerűen a betegséged okán, a műtétek okán az, hogy legtükösen az idődet kezdtél el rajzolni, festegetni. Igen, és utána pedig úgy meg is nyugtatott az, hogy valamit létre tudtam hozni papíron. És miért pont a rajzolás? Miért nem mondjuk versírás, vagy magában regényírás, vagy szövés, bármi ilyesmi? Már a szövésre még kitérünk, mert láttam, hogy 1996-ban rajzszőnyek szövő tanfolyamot végeztél. Mondjuk ezt például minek? Ez felkerestek. Mozgáskorlátozottak egyesületétől, még így többünket is, és hát hogy legyen valami úgymond hasznos foglalkozásunk a meglevő szakmán kívül, amit végezhetünk, mint leszázalékoltak, és így elvégeztem ezt a tanfolyamot a rendszőnyek szövők, csak mozgássérült, meg egyéb sérült fiatalok voltak, és hát már akkor is kitört azért rajtam ez a képben gondolkodás. Én is ahogy az alapokat megtanultam a szövegszűrésnél, akkor már rá nem sokkal azon próbálkoztam, hogy hogy tudnék képet kihozni egy ilyen rongyszőnyeg alapon. Úgyhogy készítettem képeket is így kisebb darabokból az alapra rá dolgoztam, és akkor ilyen csendvéletek. Ezek a képek meg vannak még? Egyetlen egy kereszt a virággal. Az az egy szőttesen maradt meg ebből az egészből. És látható itt a kiállításon? Nem, az nem. Mert az rongyszőnyeg. Az nem jelent semmit, tehát azért mégiscsak ugye egy különösebb technológiákat, technikákat alkalmazva, akár még ugye a rongyszövésben és a rongykép készítésben is. Tehát talán nem kellett volna szégyelni, és el lehetett volna hozni azt is. Erre nem is gondoltam, hogy azt elhozni, úgyhogy az csak félre van téve most, az időszakban volt akkor. Azt ugye látom, hogy 91-ben volt a műtét, az első műtét, és ugye ez a rajzszövő tanfolyam 96-ban volt, tehát közben azért eltelt pár év. Ez a pár év akkor elegendő volt, úgy látszik ahhoz, hogy a rajzügyességet annyira kifejleszt,
hogy komolyabban tudják élni és gondolkodni? Hát az az időszak volt, amikor más egyéb gondok miatt is kórházba bementem, és amit készítettem, amit festettem, az mindig elment ajándékba. Tehát amerre jártam, kórházban képeket ajándékoztam, mint most itt bent a Harkányi kórházban. Amit festettem bent, azt oda ajándékoztam az osztálynak, ahol bent vagyok. És ez ilyenkor hogy történik? Ott bent alkotok a képeidet, vagy pedig már ott bent? Ott bent. Ó, az igen. Akkor rögtön láthatják is az orvosok, ápolók, hogy hogyan készülnek az alkotások. Igen, megszoktak elni, és akkor nővérkét is megcsodálják. De azért nem egy altatás közben. Nem, hát ez nem, ez közöldés. Hát még azért, hogy az lenne az igazi őstehetség, hogyha most még nem altatás van is még azért készíteni ezeket a képeidet. Persze, hogy most csak vicc volt. Aztán látom, hogy 2005-ben falusi vendéglátói képesítést szereztél. Erre miért volt szükség? Hát pontosabban elnézést úgy kérdezem, hogy a rajzoláshoz, a festészethez miért volt szükség? Ez szintén egy ilyen áthol használt veszük alapon indult. Az előző tanfolyamot, ahol elvégeztem, ott szervezték ugyanezt a tanfolyamot, és akkor hát rábeszéltek, hogy áthol, mivel azért a környéken vannak ilyen falusi vendéglátók. Györgyönben elég sokan ebből élnek, tehát egyrészt, hogy vendégeket fogadnak, nagyon szép, nem is tudom minek mondani, borászattal kapcsolatos falu, pincefalu. Ugyanannyi pince van a faluban, a falu határában, amennyi ház van bent a faluban. És kint több pincészet van, amik így a vendéglátásra alakulnak, tehát így indult ez az egész. Hogy én is elvégeztem ezt a tanfolyamot, de nem hasznosítottam. Akkor ezen a vendéglátáson belül akár lehetne kiülni, és mind ahogyan szokták ugye a kis rajzolók ott portrékat festeni, rajzolgatni, vagy akár tájképeket, melyiket inkább? Hát, hogyha már ki kellene ülni, vagy azt tervezném, hogy kiülök, akkor inkább tájképet, az megnyugtató. Itt viszont több portré is van. Jól látom, tehát nem csak ábrázolással, hanem igen kidolgozott technikával is. Igen, a pasztelek azok pontosabbak, a pasztel rajzaim. Portrénál általában családtagok, de készítek másokról is, fényképről. Hát sajnos nem sok embernek van ideje arra, hogy odaüljön és modellt üljön, amit elkészül egy rajz. Többször megkérdeztem itt már, hogy mi a pasztel, mi az olajfestés, mi ez, meg az a technológia. Egy pár szóban, hogyha beszélnél róla, csak azért, mert hát ha aki mostanában kapcsolódik a Cinke program adásaiba, akár a rádión vagy az interneten keresztül, tudjon róla, mert azt, hogy most én nagyjából én már sejtem, hogy mégis micsoda azért egy pár év alatt, azért lehet, hogy te jobban át tudod adni nekik, mint hogy én itt előadom. Hát pasztellel készíteni. Porfesték, ami krétává van tömörítve. Eleinte féltem attól a technikától is, tehát inkább a kíváncsiság vitt rá, hogy kipróbáljam, és megszerettem. A finomabb részleteket azt a pasztelceruzával szoktam felvinni, és mikor kész a megfolyamatában is időnként szoktam lapozni a képet, hogy megmaradjon a festék, mert ez könnyen lehet. Közben tudsz-e itt olyat mutatni, ami pasztelkép? Igen. Több pasztelkép is van. Itt ez a kis portré a keresztlányomról. Ez is pasztellel készült. Mennyire nyert el a tetszését a keresztlányodra? Tetszett neki. Meg a kis unokatestvérének, ő ahogy bejött és megvágta, kiabált a túi. Úgyhogy tudta, hogy kiről készült. Közben persze most belekérdeztem, vagy beleszóltam a szabadba. Figyelem közben a többi technikákat. Hogyan is vannak? Van itt jelenleg olajképen, akril és ugye a pasztel. Hát ezeket szeretem, az akrillal azért szeretek dolgozni, mert az vízzel hígítható, tehát egy egyszerű
festi, ami később utána nem oldódik be víz által. És a... Bocsánat, úgy kell elképzelni, mint ahogyan kisiskoláskoromban fogtam egy ilyen kis akármilyen, és úgy kevertük ki a színeket. Igen, mint a temperatúra, az egyszerűen ilyen tubusos, vízzel keverhető, de utána már nem oldja a víz. Hát akkor én nyugodtan mondhatom, hogy tudok festeni, hiszen emlékszem rá, hogy olyan durván 40-valahány évvel ezelőtt, még bizony-bizony én is ezeket maszatoltam. Jó, lehet, hogy nem jöttek ki belőle olyan szép ábrák, mint ahogyan itt nálad, de maga a festék, tehát az alap, akkor az ugyanaz. Hasonló, az aktivizáció sokkal gyorsabban szárad. Tehát abban nem lehet túl hosszú ideig. Hát vízzel hígítva azért jobban lehet, de akkor inkább akvarell hatású. És mire szeretsz festeni? Vászonra, farvaslemezre, papírra, vagy csak egyszerre homokba rajzolni a képeket? Hát amikor ami van, arra szoktam éppen, de szoktam vászonra, ez a feszített, vakrámára feszített vászonra, akkor szoktam menni tömbbevett vásznak is, és kartonra még. Pasztel nagyon szépen mutat a durvább szürke kartonon. Ezt a pasztelt többször emlegetted, akkor úgy látom, lehet, hogy ez a kedvenced a pasztel? Igen, egy idő óta ezt durván szeretem. Ebben jobban ki tudod hozni azt, amit szeretnél? Vagy tisztábbak a képek, vagy miért? Hát tisztának. Mi általában azért koszosabbak vagyunk, hogyha pasztellal rajzolunk, de sokkal egyszerűbb számomra legalábbis a pasztell készletet fogni, vinni, és akkor avval rajzolni, utána pedig csak lefixálom. De a nagy festők azok általában inkább az olajat részesítik előnyben. Hát azt én inkább jobban nyáron szeretem, amikor nem a zárt helységben vagyok, mert annak azért van egy elég kellemetlen kipárolgása is időnként. Tehát amikor higítok, vagy kimosom az ecsetet. És van olyan, hogy újra fested a képet? Van olyan időnként, igen. De mit, a pasztelt is lehet újra festeni? Hát azt nem próbáltam még, de az a csendélet ott az almákkal, az alatt egy akrilkép volt, amire mivel nem találtam akkor alkalmas vásznak semmit, ezért belefestettem rá. Tehát tulajdonképpen, hogyha egyszer nagyon sokára, majd amikor újra felfedezik a mi világunkat, lekaparják ezt a réteget és megtalálják az eredetit, akkor nem fogják tudni, hogy most melyik volt az eredeti és ki lehetett az eredeti festő. Csak létrejön benne a trükk, hogy hát mind a két eredeti te vagy. Igen. Tehát akkor lehet, hogy ezért lesz nagyon híres az a kép. Hát talán nem. Talán. Azért sajnálnám ezt a képet, mert ott egy Forma 1-es autó van. Hát sose lehet tudni, hiszen több ezer év múlva lehet, hogy az már egy olyan őskébület lesz, hogy azt hiszik, hogy valami letűnt korvilágban. Melyik a jobb a tárgyak, a csendélet? Mindegyiket szeretem. Tehát, hogy a Forma 1, ugye? Tehát akkor ezek szerint a rajongója is, hogy a sportban. Hát annyira nem, de én próbálkoztam járműveket is megörökíteni így. Azt hittem már, hogy vezetni egy Forma 1-es autót is, mert azt is elhinném, így ahogy nézegettem a tanulmányaidat. Tehát te folyton örökös tanulásban szenvedsz, mondhatom így? Igen, szeretek azért tanulni. És ez a sok tanulás mellett akkor hogyan fér bele a rajzolás, a festészet? Hát az a késő esti órákban időnként. Van, amikor munkaidő után, volt, amikor a fájdalomtól nem tudtam úgy pihenni, akkor felültem, felkeltem, és neki láttam festeni, úgyhogy jó. Akkor lerajzoltad a fájdalmadat? Én inkább eltereltem róla a figyelmem. Ez persze azért kérdeztem, hogy hát ha láthatok olyan képet is, ami megmutatott, hogy mi is a fájdalom című kép. Hát azt nem hoztam el, fent a Facebookon fent van, kiszáradt fa, ilyen lilás, kékes színekkel inkább. Igen, ilyen érzésem nekem is volt, tényleg akkor fájt a lábam, igazad van.
igaz, hogy nem festettem meg, mert hát, mint mondtam, nekem azért kicsit ez nehézkesen megyek. Azt mondod, hogy a Facebookra is feltöltöd szépen az alkotásokat. Vannak több oldalak, ahol megosztod a képeidet? Hát Facebookon szoktam időnként Illiven, baráti körön és a címke oldalra is szoktam feltenni képeket. És van egy ilyen kis lapom, ahova próbáltam feltenni szintén csak a saját munkáimat. És ez a Zsopart, ez az Erzsébetből adódott, és az átlag ugye az a művészetet produkálja. Tehát akkor innen jött ez a Zsoár. Talán akik most a hallgatják a rádiót, azok lehet, hogy kevésbé tudják, hogy miről is beszélünk, de remélem, hogy azért sokan értik az internetet és oda tudnak kapcsolni. Tehát nyugodtan elmondhatod ennek a címét, hogyha gondolod, hogy hol lehet a leghamarabb megtalálni. Ez a Zsoárt mindenki lapja, tehát így is egyszerűen bedobja a Google. Tehát, mint hallották egyszerű a keresőbe beírják a Zsoárt, vagy pedig beírják a címke program, és abban a képzőművészetben megkeresik Dicskei Erzsébetnek a munkáit. Közben látom, hogy nagyon sok kiállításod is volt. Ezek hogy jöttek létre? Mindegyiknél úgy kértek fel általában, hogy látták valahol a képeimet vagy rajzaimat. Az elsőt, azt a Nagy Dorogi akkori művelődés szervező látta pár képemet, és ő hívott, hogy hát miért nem készítek akkor úgy, mert el szoktam ajándékozni a képeket, hogy gyűjtsek össze párat legalább egy ilyen kisebb kiállításra valót, és akkor így indult a brandként. Gyorsan vagy lassan alkotsz? Változó. Amikor nagyon motivál egy képei gondolat, amit szeretnék megvalósítani, akkor van, hogy addig nem hagyom abba, míg kész nem vagyok. Viszont van, amit félreteszek, és akkor eltelik egy kis idő, vagy jó hosszú idő, és akkor csak utána foglalkozok újra a szalaképpel. Tehát több munkát is áll mondjuk az asztalon, vagy a vászlón, vagy az állványon várva arra, hogy elkészüljön. Mi alapján szoktál nekiállni egy munkának? Jön egy ihlet, egy gondolat, vagy fotó alapján, vagy egyszerűen megtetszik egy táj, mi alapján? Mindenfelé, amerre járok, készítem a fotókat, hogy majd ötlet vagy valamelyikből esetleg, ami később úgy megfog, azt megfestem. De volt olyan képem is, ami addig foglalkoztatott a gondolat, hogy kellene megfesteni, hogy fejben végig játszottam az egészet, hogy milyen színekkel kellene, melyik beállítás lenne a jobb, és ez is ilyen éjszakai volt. Úgyhogy hajnal 3-kor felkeltem, és reggel 6-ra kész voltam, 7-kor megmentem munkába. Én nem értem ezeket a festőket, ugye mindenki éjjel szeret alkotni, én éjjel meg aludni szeretek. Nem tudom, hogy hogyan működik ez a különleges, fantasztikus világ. Talán éjjel jönnek a jó képek az ember agyából az álom helyett, és akkor úgy álmodja meg az ember a vászlóval. Abban foglalkozunk, abban alszunk el, és szerintem azért is az jön akkor rögtön előbb. Megemlítettem, hogy sok kiállításod volt. Ebből a rádióhallgatók azért nem sok mindent hallottak. Azért egy pár szóban, ugye 2004. januárjában a Nagy Dorogi Könyvtárban volt kiállításod, vagy 2008. januárjában közös kiállítás Boros Andival és Molnári Marika nénivel a Nagy Dorogi Galériában. 2009-ben a Bikácsi Könyvtárban közös kiállítás több alkotóval, 2010. májusában a Györkönyi Majálison és 2010. augusztusban a Kajdacson a Veterán Motorosok találkozóján. Mondjuk erről egy pár szóban, mi az, hogy Veterán Motorok találkozója és akkor ott kiállítás van? Ez a forma egyének a visszavezetése, hogy esetleg járművek? Hasonló, igen, veterán járműveket rajzoltam, akkor pasztelképpel Csepel teherautót, Csepel motort, Urált, körmös traktort rajzoltam pasztellel, meg több ilyen veterán járművet, és akkor azokkal a képekkel én is kimentem erre a veterán találkozóra. Gondolom, volt akkor a sikerem, mint a régi öreg autóknak. Hát megnézegették, inkább motorok voltak. Mármint a rajzom?
Igen, a rajzon. Vagy magán a veterán motorok találkozója, tehát ugye akkor ott inkább veterán motorok voltak, de azért mégiscsak... Voltak veterán járművek is. Tehát a te alkotásaid azért ott favoritoknak számítottak. Hát remélem. Aztán ugye olvasom, hogy 2011. októberében a Szekszárdi Széki Galériában. Ez a szék, ez mit jelent pontosan? Ez a Szekszárdi értelmiségnek volt egy ilyen klubja, ilyen kisebb helységet hoztak létre, és akkor ott lehetett kiállítani. Hát sajnos később nem tudták tovább finanszírozni, és ez a galéria megszűnt. Ők továbbra is össze-össze jönnek, ilyen beszélgetéseket, irodalmi esteket hoznak ők is létre, meg próbálnak. Herceg Henny rendezte ezt az egészet. Ennek ellenére ez a Szekszárdi vonal nagyon erős, mert hogy Szekszárdról te sem laksz azért túl messze. Igen. És Szekszárdról már nagyon sok alkotó volt itt kiállításon, sőt az ősszel majd ismét jönnek hozzánk többen kiállítani. Tehát úgy látom, hogy ez a térség, ez igencsak bővelkedik festőkben. Igen, vannak sokan. Ez genetika? nem is a hely termeli ki, de mert Borosanki ugyan nagy dorogon lakik, de ő nem onnan származik. Viszont hárman vagyunk így abban a faluban, akik szeretünk festeni, és már volt kiállításunk is így. Tehát nagy dologon három festő van jelenleg. Igen. És mennyire vagytok riválisai egymásnak? Nem rivalizálunk. Mert mindenki másképpen alkot, vagy más Igen. alkot? Másképpen alkotunk, meg mást is tudjuk. Van-e olyan, hogy lejöttök közösen, és mondjuk ugyanazt a képet megfestitek mind a hárman? Hogy ki, hogy nem, látod? Még ilyen nem volt. Akkor már is itt a lehetőség, ugye adtam egy ötletet, hogy mondjuk azt, hogy egy ilyen kis párbaj keretén belül megvívni, mint a régi lovagok. Érdekes ötlet. Aztán ugye 2012. júliusában a Tengelici Faluházban volt önálló kiállításod. Az önálló kiállításoknak szerintem mindig egy kicsit nagyobb a hangsúlya van, legalábbis az én képzetemben. Bár ahol egyszerre több száz kiállító is jelen van, azért gondolom az is nagyon fantasztikus lehet. Melyik volt az a kiállítás, ami esetleg olyan nevezetes volt számodra, hogy talán befolyásolt a következő kiállítást, vagy a következő munkáidat? Hát így nem volt ilyen, hogy most befolyásoljon, hogy kiállítás terén, hogy más kiállítni, másik kiállításon más legyen. Tehát ez... Tehát akkor már úgy zajlik nálad, hogy már megint egy kiállítást, jó van, elmegyünk, megcsináljuk, vagy azért van benned valami lázis, hogy hát azért mégiscsak a munkáidat, a lelkedet teszed ki a közönség elé. Tehát nem az, hogy motiválni mindenkit motivál szerintem, hogy kiállításra készül. Én is próbáltam a legújabb munkáimat és a számomra legkedvesebb képeimet elhozni a mostani kiállításra is. De úgy nem... Ugye éppen az imént említettem, hogy milyen jó egy önálló kiállítás, de az is jó, hogyha sok. És érdekes módon 2012. júliusában két alkotásoddal voltál jelen a Század festő Új-Budán című kiállításon a Karinthi Szalonban. Ezt mondhatom, hogy a Zsidákovics Mihályhoz fűződik. Ugye ennek nagyon örülök, mert ha jól emlékszem, ha pont beszéltünk is a múltkori kiállítás megnyitón Zsidákovics Mihályal, pont erről a Század festő Új-Budai galériáról, úgyhogy tudom, hogy egy picit most eltérünk attól a forgatókönyvtől, ami nem is létezik, de egy pár szóban ide jönnék azért Mihályhoz is megkérdezni, hogy hogy jött ez a kapcsolat, hogyan ismerkedtetek meg? Inkább először tőle hallanám, aztán majd utána tőle. Hát Erzsébettől régóta ismerik egymást, hiszen van a online közösségünk a és ott találkoztunk a szemem először nagyon-nagyon régen, még fiatal koromban, lehet mondani, hogy egész fiatalok voltunk, és természetesen egymás munkáját figyeljük is, sokat találkoztunk már, hát relatíve sokat, mert azért messzire vagyunk egymástól, távolság azért nagyon, de volt leesett, hogy bizony tudtunk találkozni például a Szárvány kiállításán, aminek nagyon örültem, hogy,
Erzsébet is részt vett ezen. Külön köszönöm azt a részvételének. Én köszönöm. Ezért jó a művészek közé kerülni egy kicsit, mert hogy én úgy látom, hogy senki nem irigy a másiknak a munkájára. Sőt, annyira, hogy mint hogy a százak, tehát ugye akkor valószínűleg tartom, hogy 100 kép volt, vagy 100 festő, most ezt pontosan nem tudom, hogy hogyan lehetett. Bocsánat, jövök a mikrofonnal vissza. Kicsit visszamegyek az időbe, mert ez egy második ilyen nagy szabású kiállításunk volt. Az első is a Karinti Szalonban volt, ott 120 festő vett részt, és 250 kép volt egy időben kiállítva. Nem tudom, hogy ott voltál, Erzsébe. Valószínűleg is, hogy emlékszem, hogy ott voltál. És akkor a sikere volt, hogy a végén elég sok szemrehányásért, hogy miért nem időben, hát időben szerveztük természetesen, több hónappal előtte, és azt terveztük, hogy rövidítáljuk ezt a létszámot, csak a 100 festő, 100 képe történet indul. Ezt is aránylag elég korán kezdtük szervezni. A 100 összejött képe, egy kicsit több, 104 képet kiállítva. A festőről sajnos nem, idézőjelesen csak 67-en voltunk, azt hiszem, de ellenképpen, hogy egy óriási létszám, szóval egy gyártamos. Szerintem az első kiállításunk volt a Magyarország legnagyobb ilyen közösségi kiállítása Magyarország képzeletek történetében, és szerintem ez a második is ott volt a topon, tehát nem volt ennél nagyobb. Tehát ez a századnak a története. 100 kép megvolt, a másik 145 összes sajnos. De 67 azért egy brutális szám ilyen szempontból. Úgy gondolom, hogy bekerül egy ilyen társaságba azért igencsak nívót jelent. Gondolom, te is ígérheted ezt meg, hiszen nagy dologról elindulva úgy, hogy minden képzettség nélkül a saját szórakoztatásodra vagy a saját gyógyulásodra elkezd berajzolni. Fölfejlődjél olyanra, hogy ha most ránézünk egy képre, mindenki látja, hogy az mit ábrázol, nem kell magyarázni, mint hogy Parfiditot idézzem, mert neki van egy ilyen verse, amikor ugye meg kell magyarázni egy képet. A te képeidet nem kell, mindenki látja, hogy melyik a mező, melyik a világ, melyik a fűfa, bokor, és hogy milyen alakot, milyen embert ábrázol. Ezt most értem magamra, mert hogy rólam is készült itt egy rajz, amit nagyon köszönök, és először láttam, hogy ez az ember nagyon nem szimpatikus nekem. De aztán mégiscsak magamra ismertem, úgyhogy mindenféleképpen köszönöm, hogy lerajzoltál engem. Hiszen te mondjuk azt, hogy ez az első kép rólam, és soha nem készült semmilyen formában, se rajz, se festmény, semmi. Annyira nem, hogy még a fénykép is, tehát a fotó is lepereg rólam, úgyhogy most külön köszönöm, hogy ez elkészületett. Aztán látom, hogy 2012 ez neked nagyon mozgalmas évet volt, mert szeptemberében az első paksi képző és iparművészeti párlaton két alkotásoddal mutatkoztál be. Paksra hogyan kerültél föl? Egy barátnám szólt, ő üvegképeket készít, hogy ő is egy barátnő tartotta meg, hogy Pakson indult ez a lehetőség, hogy szeretné a paksi és Paks környéki alkotókat bemutatni a képzőművészeti tárlaton, és így lehetett jelentkezni, elküldtem én is két képemnek a fotóját, és hát így került oda ez a két kép erre a kiállításra. És ugye még ebben nincs vége 2012-es évek, mert látom, hogy novemberében Nagy Dorogon szintén ugye akkor a Nagy Dorogi hazavittad mondjuk az alkotásaidat, mert hogy a sportcsarnok klubhelyiségében volt önálló kiállításod, és sőt, ezt a kiállítást Orbán Kovács Patricia, a Bonyhádi festőművész nyitotta meg. Róla mit kell tudni? Vele is már évekkel ezelőtt az interneten ismerkedtem meg, és később személyesen is. Úgy voltunk fent Pesten a kiállításán, amit Zsidákovics Mihály rendezett neki valamikor régen. És hát így lett egy barátság, és
őt kértem fel akkor a kiállítás elnyitóra. Akkor úgy látszik, hogy a szálak azért csak-csak kapcsolódnak itt ott, mert hogy akkor nagy szeretettel már Ribor Márkovács Patriciát is ide a Bécsi Oriboházba Cinke programra, akár egy önálló kiállítással, vagy akár egy közös kiállítással, mert hogy remélem, hogy ezzel a kapcsolat, amit elkezdődik ugye itt a festők között, már kialakult, és mondjuk azt, hogy belecsöppenhetünk mi is ebbe a kis életetekbe, hogy akkor elhozzátok közünk a barátaitokat, és láthatjuk akár hogy őt alkotás, hogy külön vagy egyre a tiétekével együtt. Akár ez is lehet. Ezt megyem ígéretnek? Azt nem tudom, az a nevében nem ígéretek. Nem ígértettem, hanem mindegy postást mindenki fölkérek arra, hogy a hírvívője legyen. Örömmel. Hát ugye az előbb említetted, hát, hogy a barátnőt szólt erre, arra, hogy így mennek a kiállítások, hát akkor mégiscsak egymás munkáira figyeltek. Igen. Tehát nem, amit mondtam, hogy nem vagyok kivigyek egymásra, tehát működik úgy ez az egész dolog, hogy szépen nem egyenként lépegettek a ranglétrán, hanem egymást húzva emelkedtek feljebb és feljebb. Figyelünk egymás munkáira. Én nagyon szeretem nézni a többieknek a képeit is, hogy éppen mit alkotnak. Az is motivál sokszor, főleg ha megtetszik valamelyik kép nagyon. Nem ugyanazt másolom, mert nem másolom le, hanem valamelyik képbe viszont azért csak visszaköszön. Ugye, hiszen az előbb még kérdeztem én a pár perce, hogy készítetek-e közös képeket, vagy ugyanazokat a képeket. Azért mégiscsak piszkálja a fantáziádat, az, hogyha valaki megfest valamit, akkor hát azt te is meg tudod csinálni. Volt ilyen régebben, igen, de nem abban a három, nem mi hárman, akik egy faluban élünk, hanem szintén az interneten van egy ilyen csoport, Aranycerkás, Varázscerkás csoportnak nevezik. Szerencsére tagja vagyok, bár nem tudom, hogy hogyan, akárki vitt benne, nagyon szépen köszönöm, mert én egyszerűen csak gyönyörködöm mindig az ottani alkotásokban, valóban ott is láttam a képeidet. És ott is szokott lenni ilyen, hogy egy-két tag kitalálja, hogy legyen ilyen házi feladat, és akkor fotó alapján mindenki próbálja megrajzolni a saját meglátása szerint. Most mondod, hogy rajzolni. Hogy bánsz a grafittal? Grafit az a szívem csicske, bevallom, mert én színekben nem sokat látok, lehet, hogy színban is vagyok félig meddig már, de a grafit az mindig is ott volt nálam. Kipróbáltam, azt is egy bizonyos szintig elsajátítottam azt a grafit technikának, hogy kell árnyalni, hogy a portré vagy bármi más azért olyan legyen, amilyet én is szeretnék, de azért jobban szeretem a színeket. De szerintem aki a festészetben otthon van és a színekkel otthon van, az a grafitban csak jobban, hogy otthon kell legyen, nem? Ezt most magamból indulok ki, bocsánat, mert mint mondtam, hogy én a grafitot szeretem jobban, de festeni abszolút nem tudnék. Tehát azból gondoltam, hogy aki festeni tud, az viszont tudja a grafitot. Hát lehet úgy is mondani, hogy tudom a grafitot, de szeretek vele rajzolni, de nem mindig. Tehát azért a színek után vágyom én is, hogy azzal is kifejezni az éppen akkori hangulatomat. Vagy épp az, hogy ha rossz a kedvem, akkor más színekkel megpróbálom saját magamat jobb kedvre hangolni. Van-e olyan alkotásod, olyan képed, ami mondjuk a legkedvesebb, amitől semmilyen körülmények között nem vállal meg? Vannak ilyen. Akkor említsél belőlük egy párat, vagy láthatunk-e esetleg itt a kiállításon belőle? Hát például a keresztlányomról, ami készült, azért nem szívesen válnék meg tőle. A csúszkától sem, a kartonra készített pasztelmadár. Az és fönt van a Cinke program honlapján is, a Facebookon is láttam. Igen. Ugye az, most nem tudom melyikkel láttam előbb, az nagyon megfogott. Talán az első között láttam azt a munkádat, sőt, ha jól emlékszem, hogy most van is itt a teremben olyan, ahol egy álarcos hölgy van. Igen, azt igen. Azt is láttam fent az interneten, és nagyon csináltam rá, hogy élőben mégis hogy mutat. Hát nagyon jól mutat, mert szerencsére sikerült elhoznod ide, úgyhogy azt is köszönjük. Szívesen. És még?
És a szüleimről készített portrékről, tehát az... Azok hol találhatók? Fent van az is az interneten, de ott van a szobafalon. Tehát akkor nem úgy van, hogy most oda megyek, és akkor ráigérek pár ezer forintot, és elviszem. Jó. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Örülök, hogy elhozod a munkáidat ide közénk. Remélem, hogy a rádióhallgatóknak felkeltettük az érdeklődését arra, hogy eljöjjenek ide a Pécs Amigóházba, a Kommunik 94-98-as épületébe, hiszen 4 héten keresztül most látogatható lesz a kiállításod. Ugye, akik az internet előtt ülnek, azok látják, hogy most az alsó teremben vagyunk, itt a szalonban, ahol a többnyire a nagy fesztiváljánkat szoktuk tartani. A nagy melegre való tekintettel most még itt vannak, természetesen holnap fölkerülnek a cinkefészekbe, hogy mondhatom így, a második emeletre. Hát azok, akik hallgatják az adást és nézik az adást, azok nyugodtan jöjjenek el, azok már a második emeleten láthatják majd holottól a kiállításodat. És mint mondtam, 4 héten keresztül reggel 8-tól délután 5 óráig munkanapokon, ezt ugye hozzá kell tennem, mert hát szombat, vasárnap most újabban már nincs nyitva az Origóház, tehát ezért csak munkanapokon lehet látogatni. Aki érdekel még, az érdeklődhet telefonon a 72-es körzet 238-888-as telefonszámon, vagy pedig akár írhatnak SMS-t is a 0620-515-5301-es telefonszámra. Akár kérdéseik vannak, akkor keressék meg Skype-on az Origo Meccsek Szabolcs Rádiót, vagy a Cinke program honlapját, az Origóház honlapját, de bárhol elérhetőek vagyunk, mint mondtam, telefonon is, vagy eljönnek személyesen, és nagyon szívesen válaszolok a kérdéseikre. Ha tehetjük, akkor bevonva téged is, hiszen valószínűleg tartom, hogy akkor úgyis a képekről lenne szó, zömében reméljük. Tehát nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.